Donald Tusk volt lengyel miniszterelnököt, az Európai Tanács leköszönő elnökét választotta meg elnökének az Európai Néppárt tisztúító kongresszusán Zágrábban. 491 igen, 37 nem és 12 érvénytelen szavazattal került a posztra, amelyre ő volt az egyetlen jelölt. Köszönöm a bizalmat azoknak, akik rám szavaztak. Hála nekik, újra elnök lehetek. Sokkal jobb az Európai Néppárt új elnökének lenni, mint az Európai Tanács volt elnökének, mondta Tusk. De vajon képes lesz-e változást hozni a néppárt politikájába? Helen McEntee ír képviselő szerint a tömörülésnek változásra van szüksége. Növekednünk kell, alkalmazkodnunk kell, de ez nem azt jelenti, hogy veszélybe sodorjuk azokat az alapvető értékeket, amelyekben mindannyian egyetértünk. Lehet, hogy Tusk stílusa más, de a tanács elnökeként szerzett óriási tapasztalatát nem lehet elvitatni. Kulcs szerepe volt a Brexit tárgyalásokban, és a saját személyes tapasztalatai sem utolsók, mondta. Neela Richmond ugyancsak ír képviselő pedig arról beszélt, hogy szerinte a néppárt nagy hangsúlyt fektet a jogállamiságra, a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartására. Úgy hiszem, ez nagyon fontos kérdés. A következő 5 évben a populisták fejét fogjuk venni méghozzá úgy, hogy Tusk az elnökünk, tette hozzá. Donald Tusk Joseph Daul francia politikus helyét veszi át. Daul 2013 óta állt a néppárt élén.